kapitány, üdvözöljük szeretettel! Az ő tevékenysége egyértelműen összefüggésben állt azzal, hogy a bakugó kivek közül azonos a jelviselő rendőr részvétele miatt az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés is egy visszafogott büntetés lenne esetében, csak úgy, mint a többiek esetében, hiszen Gyurcsány Ferenc volt a piramis tetején, és alatta volt Petritei József, annak idején igazságügyi rendészeti miniszter, aki, mint tudjuk, papucsban nézte végig otthon a tévészékel ostromot, miután ugye ők gyakorlatilag kikerülve Gyurcsány Ferenc kézi vezérés alá vonta a rendőrséget, és a kézi vezérés során a közvetlen kapcsolattartó Bene László és Gergényi Péter volt, tehát ők ketten voltak az operatív mozgatói, irányítói mind a szeptemberi, mind pedig az októberi megtorlás sorozatnak. Ezért megint csak azt kell mondani, hogy nevetséges, mert Bene László esetében miért felelő most? Miért van itt a bíróságon? Az ügyészség szlájdja miről szól? Arról, hogy nem vonta felelősségre Gergényi Péter azokért, amit elkövetett, azaz, hogy nem védte jól a tévészékházat. Tehát ez azt hiszem a nyugodtan nevezető szintén felháborítónak. És Dobozi József, aki nemrégiben jött itt el, az Revisz volt parancsnoka, aki egyébként utána, a kormányváltás után elnyerte méltó büntetését, hiszen a köztársasági őrezred egyik jeles vezetőjévé tették. Ő volt az irányító annak a véres alakulatnak, véreskező alakulatnak. Hangsúlyozom, természetesen senki nem arról beszél, hogy nem jó az, hogy vannak rendőrök. Senki nem arról beszél, hogy rendet kell tartani egy országban. Senki nem arról beszél, hogy ha van valóban közrendet veszélyeztető, társadalomellenes események közterületen, akkor azt meg kell jogszabályszerű eszközökkel fékezni. De az, ami történt 2006 őszén, hogy magukból kivett között azonosító jelvény nélküli, maszkos, lényegében azt kell mondani, hogy jelentős részükben vadállattá változó rendőrök végigverik azt, aki az útjukba kerül, hiszen válogatás nélkül vadászták le az embereket. Hát például az egyik még futó ügyünk, a még mai napig is, akár hiszitek, akár nem, egy László nevezetű fiatal embert, akit 2006. szeptember 20-án ment haza a rádió környékén, a kapu aljában rohantak le rendőrök, kérdezés nélkül agyba főbe verték, utána a Magyar Rádió udvarára beszállították, a Magyar Rádió udvarában egymástán 30-40 rendőr válogatás nélkül ő szintén folytatta a bántalmazást több társával együtt, és ő ellene indult büntetőeljárás, ő a sebekkel kórházba került, őrizetbe került, majd sikerült felmentetni, de mai napig szégyen szemre Morvai Krisztinával, akit szeretettel üdvözlünk, tehát feljelentésünk alapján indult az eljárás, és még mindig mai napig folyik az elkövető úgymond kézrekerítése. Most szeptemberben várható a felismerésre bemutatás. Úgyhogy még egyszer szeretettel egyébként üdvözlök minden kedves megjelentet, minden kedves bajtársat, a sajtó képviselőit, és hát különös érzés volt ma reggel a Magyar Televízióban, Völgyesi Miklóssal együtt nyilatkoztunk a 2006 őszi elmaradt igazságtételő, a Civil Vesz Bizottság ugye társelnöke volt Morvai Krisztinával együtt, tehát itt most újra kell élesztenünk azt az összefogást, ami arról szól, hogy vannak olyan ügyek, amiket semmilyen párt, semmilyen érdek nem írhat fölül, és ez a 2006 őszi igazságtétele sokkal többről szól, mint sem arról, hogy most nekünk ez a különös hobbink, hogy mi azzal foglalkozunk, hogy néhány ember kerüljön börtönbe. Az egész ország lelkismerete, az egész ország szellemi és lelki felemelkedésének az a nyitja, és a jogállam legnagyobb követelménye, hogy bűn ne maradjon büntetlenül. És például megint egy példát hadd mondjak, hogy miért maradt el az igazságtétel. A rádió akkori elnöke, Suh György, akinek az elnöklése alatt kínzó kamerával alakították át a rádió udvarát, azt most találjuk ki, ki az, aki egy hangszorot kap, hogyha kitalálja, hogy milyen büntetés kapott Suh György ezért a cselekményért. Országgyűlés főigazgatója. Jól hallották, igen. Az országgyűlés főigazgatójává tették, és Kövér László úgy gondolta, hogy miután bizonyított, hogy kínzókamrával át tudta alakítatni a Magyar Rádió udvarát, ez a legjobb, amit tehet, hogy ő lesz az országgyűlés főigazgatója. Úgyhogy botrány az, ami történt, és
azt hiszem, hogy a legbotrányosabb az az, hogy például... Ott jön a Gyurcsán! Gyurcsán szembe jön vádlóival, hiszen a magyar nép Gyurcsán Ferencet egyértelműen és világosan vádolja terrorcselekmény elkövetésével. Tavaly előtt, amikor Krisztinával tettünk egy feljelentést, hogy az elévülés megakadályára is nyugalmat kérnék, mert nem sok időnk van már. Amikor 2000, tehát tavaly, kérem, rendezőket kérem, hogy jöjjenek ide. Rendezőt kérek, hogy jöjjön ide, és nyugtassa meg az egyik hangoskodó urat. No, tehát a dolog lényege az, hogy csullában még én is kaptam. 2011-ben, ugye amikor az 5 éves évfordulója volt a 2006 őszi terror, rendőrterrornak, akkor Krisztinával tettünk egy utolsó kísérletet arra, hogy a teljes körűség igényével feljelentsük az egész terrorista csapatot. Ezt a feljelentésünket ismertettük a parlament kafében, utána átmentünk a legfőbb ügyészség épületébe, és a legfőbb ügyészség felé haladva, kivel találkozunk a Szalai utca, Ogrit utca sarkán, Gyurcsány Ferenc fogyasztja ebédjét, és hát ott közöltük vele, hogy bizony nem fogja megúszni, akkor nagyon optimisták voltunk, de én azt hiszem, hogy tényleg nem fogja megúszni. A magyar nép egyértelmű ítéletet hoz ebben az ügyben, ugye Görbi Gyurival egyeztettünk, Krisztinával is egyeztettünk, hogy a egyértelműen az lenne a helyes vád, ha úgy kezdődne, hogy a magyar nép nevében vádoljuk elsőrendű vádlott Gyurcsány Ferencet, másodrendű vádlott Dobozi vagy Gergényi Péter, harmadrendű vádlott Bene Lászlót, negyedrendű vádlott Dobozi Józsefet és társaikat, terrorcselekmény a VTK 261. szakasz első bekezdésébe ütköző és a második bekezdés szerint minősülő lakosság egyes csoportjának megkülönítésre irányuló terrorcselekmény csoportban, terrorcsoportban történő elkövetésével. Tehát addig nem fog nyugodni, amíg ez meg nem történik. Én azt fogom tenni, az emberügyi bizottságban követelni fogom, hogy vizsgáljuk meg, hogy mi történt, miért siklott félre az igazságtétel. Rengeteg közös feladatunk van, de egy a lényeg, hogy az igazságtételt nem hagyjuk, és most átadom a szót Bajtársgyönnek, Orvai Krisztinának, barátságot szeretettel. Köszönöm szépen, Isten hozott benneteket. Véreskedő, aljas terroristák az 50-es években és a terrorista rendszer alatt ütötték, verték, kínozták a magyar embereket, akinek egy újabb barátunk közeledik. Ütötték, verték a magyarokat, a magukból kivetkőzött kommunisták. Ezt sokan közületek, akik idősebbek, megtapasztalták akkor, és megtapasztalták a szüleik. Az elvetemlő kommunisták a magyarok közé lőttek 1956-ban. És mi történt? Semmi következménye nem volt. Nem kerültek börtönbe. Az úgynevezett rendszerváltás után sem történt meg velük szemben az igazságtétel. És ennek mi lett a következménye? Az, hogy teljes mértékben elpofátlanodtak, elszemtelenedtek, visszatértek a hatalomba, és újra ütötték, verték, kínozták a magyar, és újra a magyarok közé lőttek. És most ott tartunk, hogy ennek újra nem lesz következménye, ez a összekacsintós vádirat, ez az álvádirat már most kimondja,
hogy legfőjebb felfüggesztett szabadságvesztést kaphatnak előzetes mentesítéssel, hogy nehogy már priuszuk legyen ezeknek az amúgy rendes, jóra való embereknek, akik valószínűleg csak megtévedtek, és ennek az eredménye a sok kilőtt szem, az összetört testek és az összetört lelkek. Azért vagyunk itt, mert ezt nem tartjuk természetesnek, és nem tartjuk elfogadhatónak. Nem tartok természetesnek azt se, hogy a hibban bíró megteheti Magyarországon, a szabadság hazájában és a hazaszerető emberek hazájában, hogy így emel fővel besétál ide ebbe a bírósági épületbe a magyarok fele láttára. Azt hiszem, hogy a véreskezű kommunisták nagyon-nagyon szerencsésnek mondhatják magukat, hogy egy ilyen végtelen türelmű országban élnek. A kérdés csak az, hogy meddig tűrjük. Én azt mondom, hogy ne tűrjük tovább, mert ezek már most készülődnek visszatérni a hatalomba. Gyurcsány nem azért ment ebbe az épületbe, hogy a vádlottak padjára üljön és majd bilincsel a kezén távozzon, hanem azért, mert így kampányol. Kampány célokból jött ide, azért, mert szeretne visszatérni a hatalomba. Azért, hogy az aljas kommunisták újra üssék, verjék és lőjék a magyar. Ez az, amit nem tűrhetünk el. Köszönöm, hogy eljöttetek. Remélem, hogy legalább a televízió keresztül fogják látni a honfitársaink, és fogják látni szerte a világon, hogy nem fogjuk lehajtott fejjel tűrni a megaláztatást. Isten óvja és vezesse Magyarországot, Isten áldjon benneteket. És köszönöm Gyurinak, Tominak és mindenkinek, hogy ezt megszervezték.